áldás, békesség. Minden időben. A királyok első könyvének 19. részéből olvasom a 9-től a 16. versig terjedő szakaszt. Itt bement egy barlangba, mármint Illés, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje, Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az úr előtt. De az úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr, menj, kelj ismét útra a pusztánát Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáját Arám királyává. Azután Jéhut, Nimsi fiát kent fel Izrael királyává, Elizeust, az Ábel meholái Sáfát fiát pedig kent fel profétává, magad helyett. Ez a történet illés és Isten találkozását írja le, beszéli el. Illés menekül Jezabel elől, mert Jezabel megfenyegette, hogy meg fogja ölni, meg fogja öletni Illést. Illés az életét féltve elszalad, elrejtőzik, és aztán ebben az elrejtőzött állapotban, a menekülésben Isten gondoskodik róla egy angyal által, aztán hosszú útra hívja, hogy a Hóreben találkozzon vele. Ez a Hórebhegyi találkozás két kérdés és két válasz körülforog. A két kérdés ugyanaz, és a két válasz is ugyanaz. Isten kérdez kétszer, és aztán illés kétszer ugyanazt mondja. Isten nagyon egyszerű kérdést tesz fel, mit csinálsz itt illés? És aztán, amikor a halk és szerint hangban megjelenik illés előtt, és illés aztán arcra borulva kimegy az úr elé, ugyanezt a kérdést ismétli szó szerint, mit csinálsz itt illés? És illés mind a kétszer ugyanazt a választ adja, ugyanazt a panaszt, ugyanazt a feljajdulás, felkiáltást mondja el Istennek. Beszél a reményvesztettségről, a kilátástalanságról, beszél arról, hogy félti a saját életét, fél meghalni. Beszél arról, hogy Istennek az oltárait lerombolták, hogy pogány istenséget, báványt imád a nép, és abból a régi Izraelből már nincsen semmi. Az követők eltűntek, egyedül Illés maradt, mint próféta, de vele is végezni akarnak. És Isten válaszul, nagyon érdekes módon nem elkezdi vígasztani illést, nem bátorító szavakat mond neki, nem arról kezd beszélni, hogy miért kellett ennek így lennie, és ne izguljon illés, majd egyszer sokkal jobb lesz, hanem nagyon egyszerűen egy feladatot bíz rá. Azt mondja neki, hogy most újra kelljen útra, és aztán kijelöl két szemét, akiket királyá kell kenni, és beszél Elizeusról, akit pedig utódjává kell kijelöljön Illés. Ebben a kilátástalan, bizonytalan helyzetben Isten nagyon konkrét és egyértelmű feladatokkal látja el Illést, és Illés aztán felkerekedik, és úgy is cselekszik, ahogy Isten azt mondja neki. Isten nem arról beszél, hogy meg fogja védeni, nem arról beszél, hogy nem fog meghalni Illés, hanem egyszerűen a feladatról, a küldetésről, a célról beszél neki. Sokan illésként éljük meg a mostani napokat. Kilátástalannak látjuk az életünket, céltalannak, bizonytalanok vagyunk, csüggettek vagyunk, félelemmel van tele a szívünk, a szorongás éppen, lehet, hogy a gyomrunkat szorítja össze. És Isten bennünket is megkérdez, mit csinálsz itt? Mit csinálsz itt, amit úgy is érthetünk? Mi van veled? Mi történt veled, hogy ezt érzed? Mi történt veled, hogy így vagy most jelen? De talán egy picit, egyfajta finom számonkérés is lehet Isten részéről. Mi történt veled, hogy ennyire nem tudsz bennem bízni? Mi az a nagy baj, ami nagyobb lehet nálam? Amikor illésnek tette fel ezt a kérdést, mit csinálsz itt, akkor abban picit benne lehetett az is, miért menekülsz illés? Nem gondolod, hogy én meg tudlak védeni? Amikor nekünk teszi fel Isten a kérdést, mit csinálsz itt, és aztán jön a mi panasz áradatunk, a vírus miatt, a bezárkózottság miatt, a pánik miatt, a félelem miatt, és így tovább, akkor Isten kérdésébe benne van ez. Nem tudsz jobban bízni bennem. Nem tudod, hogy én ennél a helyzetnél is nagyobb vagyok hogy erősebb vagyok, hogy hatalmasabb vagyok a vírusnál, hatalmasabb vagyok a fertőzésnél, hatalmasabb vagyok annál, hogyha elveszted a munkádat, vagy beszorulsz néhány hétre, néhány hónapra a lakásodba, a házadba. És Isten nekünk is feladatot akar adni. Ezt a bezárkózottságot, ezt a félelmet, ezt a nehéz helyzetet ő aktivitással akarja gyógyítani az életünkben a szorongó passzivitást, amit Illés is megélt meg, amit mi is megélünk, azt Isten egy reményteli aktivitással szeretné megváltoztatni, kiváltani és gyógyítani. Jogos a kérdés, hát mit lehet most tenni, amikor azt mondják, hogy ne menjünk sehova, amikor maradjunk otthon, és ha bekapcsoljuk a televíziót, a rádiót, hogyha felmegyünk az internetre, és a hírportálokat olvassuk, vagy a közösségi médiát nézzük meg, mindenhol a félelemkeltés és a pánik az, ami szembe jön velünk. Mit tudok én keresztény emberként csinálni? Mi lehet az az aktivitás, amit Isten kér tőlem? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és erre mindannyiunknak magunknak kell válaszolni. Szálljunk arra időt minden nap, hogy csendességet tartunk, hogy Istenhez fordulunk, hogy megkérdezzük őt, hogy uram, mit akarsz, hogy tegyek. Illésnek nagyon konkrétan megmondtad, nekem is meg tudod mondani konkrétan, hogy mit tudok tenni ebben a helyzetben, a saját lehetőségeimhez mérten, a saját kereteim között. Mutas utat a számomra. És hogyha valóban ilyen hittel és nyitottsággal figyelek Istenre, és kérem az ő vezetését, ő meg fogja mutatni, mi az, amit én tudok tenni ebben a helyzetben. Amen. Minden időben Áldás, Békesség.